1951-ben a főiskola, berlini főiskolai világbajnokságon 200 és 400 hátul a Nyéki mögött második voltam, plusz akkor már én játszottam a vízilabda csapatba is, és ott pedig hát megnyertük azt a tornát. De tulajdonképpen úgymond a Helsinki olimpiára és ez a csapat úgy ment ki, mint egy sötét ló a magyar csapat, lévén, hogy mi nem vettünk részt, ha jól tudom, a bécsi Európa-bajnokságon, tehát minket nem ismert senki, de mi se ismertük a nemzetközi mezőnyt. Most én úgy gondolom, hogy az a csapat, mivel ott abban az időben már mindenki jóval percen belül úszott a Szívos Pisti és a Jenei Pierre kivételével, hát így gyakorlatilag az a, úgymond az úszás kondíció, amit még az úszással felszedtünk, az annyit jelentett, hogy mi az akkori vízilabda átlagnál jobban úsztunk. Gyorsabban is, gyorsabbak is voltunk, és hát jobban is bírtuk. Nem voltak megelégedve a szélsők játékával, a Szívos Pisti is mindig mondogatta, hogy neki kellene valaki, tehát próbáljanak meg, és akkor mivel nekem nagyon jól ment a játék, és a szovjet válogatott itt volt Magyarországon edzőtáborban, tudnék, nekik az volt a kitétel, hogy csak akkor mennek az olimpiára, ha megverik a magyar csapatot. Most itt több ilyen zárt kapuk melletti, úgymond mérkőzés volt, és hát ez egyik ilyen mérkőzésre ilyen meghívott a Béla bácsi, és mindjárt be is tett a csapatba, és azt mondta, hogy egy feladatom van, ez volt egy Gvaharia nevezetű grúza Misminrádze mellett, ketten ő szolgálta ki a misit, de ezért volt veszélyes, és azt mondta, hogy ezt kéne lefognom, és ha ezt teljesítem, akkor jól játszottam. Hát hála Istennek nem tojtam össze magam, jól játszottam, leradíroztam ezt a Gahariát, és lőttem két gólt, és nyertünk 5-3-ra, vagy 5-2-re. És akkor, amikor kijöttünk a vízbe, akkor mondta a Béla bácsi, hogy tökéletesen megfeleltem, hétfőn cuccal együtt jöjjek le az uszodába, ekkor és ekkor az edzésre. Nem csak, hogy ott volt a Helsinki olimpián, társaival együtt veretlenül nyerte meg a tornát, így alig 20 évesen már is ott lógott a nyakában az ötkarikás aranyérem. 4 évvel később már betonbiztos helye volt a Melbourne-i olimpiára készülő csapatban, ám a politikai helyzet nem könnyítette meg a ráhangolódást a tornára. Az oroszok tulajdonképpen nem tudták, hogy mi van. Ők egész másról tudtak, mint ami a valóság volt, és hát ők megvoltak gyakorlatilag sértődve ránk, hogy hát mi van, mi meg voltunk sértődve rájuk, csak mi tudtuk az igazságot, ők meg nem tudták. Úgyhogy hát nem is nagyon beszéltünk, csak éppen, hogy bólintottunk egymásnak, mikor találkoztunk, úgyhogy elég hideg volt a hangulat a két csapat között, függetlenül attól, hogy mondjuk a sportban ez nem, általában nem szokványos, mert hát azért a sportolók azok, még ha ellenfelek, akkor is jó viszonyban vannak egymással. Úgyhogy azért keményebb volt ezért egy kicsit az a mérkőzés, mint a többi szovjet mérkőzés, de hát mondjuk nem kell azt hinni, hogy itt nem tudom én, pankráció volt, vagy boxmérkőzés, de hát mondjuk azért keményebb volt. Szóval adtunk egymásnak a víz alatt, ők is, mi is, sőt, tehát a második félidőben, ez a félidőben úgy kértük a Béla bácsit, akkor két félidő volt csak, kértük a Béla bácsit, hogy azért a víz alatt hát valamit hadd törleszünk mi is, hogy nehogy itt azt higgyék, hogy itt nyulak vagyunk. És hát tulajdonképpen ez volt nekünk az úgymond az a szerencsénk, hogy a Markovics Kálmán ezt a zónát kitalálta az olimpia kezdete előtt, mivel hogy kimaradt ilyen sok edzésünk, ugye Csehországban ugye nem tudtunk abba a táborba készülni, ugye nem volt víz, és hát hogy ne kelljen ilyen fizikálisan terhelődni, úgyhogy ha lehet, hogy akkor pihenjünk egy kicsit. És hát ebben tulajdonképpen az egész vízilabda mezőnyt megleptük is, és tulajdonképpen nem tudták, hogy mit kell csinálni ez ellen. Nem tudták bedobni centerbe a labdát, mert a behúzódó, középső hátsó behúzódó megszerezte ezeket a labdákat, és amiket meg ellövöldöztek 8-10 méterről, azokat meg vagy mellé lőtték, vagy kapufára, hát vagy a boros védte, mert pedig, hogyha kiemelkedett és szétrakta a kezeit, akkor a két kapufán is túlértek a kezei is. És azokat meg védte, és pedig ebből ragyogva le tudtunk fordulni. Kőkemény, lélektanilag is nehéz mérkőzést követően Jugoszlávia sem állíthatta meg a magyar válogatottat. A világra szóló sikert követően aztán sokakkal ellentétben hazajött, hogy aztán ismét Ausztrália felé vegye az irányt. Ám a rengeteg nagyszerű élmény sem tartott a távol szülőföldjétől sokáig. Ha nem romlott volna el a házasságom kint, akkor nem tudom, hogy akkor is hazajöttem volna-e, de hogy mi lett volna és hogy lett volna, erre természetesen nem tudok válaszolni.
Úgyhogy gyakorlatilag így aztán írtam egy levelet, hogy hát esetleg, hogyha olyan gondolatom támad, nem írtam, hogy haza akarok jönni, csak hogyha esetleg olyan gondolatom támad, hogy hazajönnék, akkor hát mikre várhatok itthon. És amikor megjött a levél, akkor pont ott volt a Markovics Kálmán a szüleimnél. És akkor ott együtt olvasták el a levelet. És akkor meghányták, vetették, és akkor Kálmán mindjárt zsebre tette, és elszaladt a Hegye Gyula bácsihoz. Akkor ő volt az OTSA elnöke, és aztán mindjárt megbeszélte vele. És akkor visszament a szüleimhez. Kért mindjárt egy képet, hogy valahonnan vágjanak le egy képet rólam. Azt visszavitte a Gyula bácsi, az ő már közben természetesen lebeszélte a telefonon a dolgokat, és akkor gyakorlatilag megcsinálták az úgymond a hazatérési útlevelet, és akkor gyakorlatilag soron kívül megküldték. És hát akkor meg már úgy volt, hogy akkor meg már jó, hát akkor meg már eljövök haza, mert akkor tulajdonképpen úgy addigra már úgy meg is érlelődött bennem, hogy jobb is lesz, hogyha mert ott kint nem. Edzői pályafutása során hiába játszottak olyan későbbi klasszisok a keze alatt, mint Kemény Dénes vagy éppen Molnár Endre, mégis hamar visszavonult. Akkor, amikor én tulajdonképpen abbahagytam, az 92-ben elértem a 60 évet, és abban az időben kezdődött az, hogy már nem a szakmai munka volt a lényeg, hanem az edzőknek is abban kellett foglalkozni, még a kezdetén, hogy pénzt szerezzenek, hogy egyáltalán tudjon működni a szakosztály, mert hát ugye egymás után jöttek azok a dolgok a mindegyik szakosztálynak természetesen és mindegyik klubnak, hogy na már kellett fizetni az uszodabérletet, kellett fizetni a pályáért, ezért kellett fizetni, azért kellett fizetni, és hát bizony kellett a pénz. De most én úgy gondoltam, hogy én azt a bizonyos részét, hogy én menjek a pénzt, az nem az én világom, szóval én arra tehetségtelen vagyok, azt én nem tudom csinálni. Gondoltam, hogy akkor inkább elmegyek nyugdíjba. És különben is a lányom, akkor már volt egy időszak, amikor azt mondta, hogy hát 18 éves korában, hogy hát már lassan kirepülök a családi fészekből, és tulajdonképpen még nem volt egy közös élményünk. És akkor volt az, hogy aztán a Mayer Misi mellől, ugye, hát én le is mondtam az ő segítéséről, függetlenül attól, hogy mivel ez egy borzalmas nehéz volt az a kettőség, hát mondjuk háttérből voltak támadások is, amik még azt is mondhatom, hogy talán jogos is volt, mert hol ott tudtam lenni, mert például nem tudtam a válogatottan meg a Misivel elutazni vidékre edzőtáborba, mert kellett a klubcsapatom mellett maradni. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz időszak és nagyon nehéz szituáció volt. Tulajdonképpen én nem álltam le, szóval úgy álltam csak le, hogy az uszodában nem járok le nap mint nap edzeni, és ezért, de hát tulajdonképpen éppen, ahogy az előbb mondtam, azért sok teendőm volt, mert a családnak az ügyes-bajos dolgait, a sógornőméknek, a miénknek, a lányoméknak, nagyon sok mindent elintéztem, és ezt még a mai napig is így van, hogy egyik nap ide kell mennem ezt elintézni, másik nap oda kell mennem azt elintézni, mindig van valami, meg otthon is van valami. Hát most már az unokám felnőtt, most egyetemre jár, a Soté a másodéves, úgyhogy most mondjuk őt már nem kell vinnem, ő most már tud menni magától, de eddig megvolt az a mozgásom, ami szükséges volt. Megmondom őszintén, hogy én úgy indultam neki az unokámnak, a lányommal is úgy voltam, hogy amikor kicsi volt, és ugyanezt csináltam az unokámmal is, hogy ugye kérte, hogy nagyapa játsszál velem. Mondtam neki, kislányom, mindent játszom veled, egyetlen egyet, ha csalsz, akkor többet nem játszom. És akkor elmagyaráztam neki, hogy ez azért van, mert az életben nem csak sikerek vannak és győzelmek vannak, hanem sikertelenségek és kudarcok is vannak. És ha te megszokod, hogy te mindig nyersz, és hogy én nem engedlek téged nyerni, amikor éleszek a jobb, akkor éleszek a jobb. Na most, hogyha valaki élsportoló akar lenni, hát akkor úgy kell csak neki induljon, hogyha valami eredményt akar elérni, mint ahogy én. Én olimpiai bajnok akartam lenni, és én ennek mindent alávetettem, úgyhogy abban az időben nem tudtam elmenni egy színházba, mert vagy nem volt időm, mert edzésem volt, vagy meccsem volt, vagy ha véletlenül volt időm, akkor azért nem tudtam elmenni, mert olyan fáradt voltam a sok edzéstől, hogy elaludtam a színházba. Mert azért természetesen azért voltam színházban, nehogy félrejtések essenek, csak hát nem olyan mennyiségben, mint ahogy mondjuk el kívántam volna menni. Úgyhogy mindenről le kell mondani, és mindent alá kell vetni annak, hogy azt a bizonyos célt, amit kitűzött magának, azt el tudja érni.
nem bántam meg, nem, semmit nem bántam meg tulajdonképpen. Voltak az életben, úgymond gyerekkoromban ugye nagyon sok bánat és szomorúság ugye a háború alatt, és hát ez egy eléggé meg is rázott, mert hát bizonyára hatással is volt egész életemre ez a háborús időszak. Függetlenül attól, hogy úgymond a stressz helyzeteket, a meccseket is, ezeket mind jól bírtam, úgy gondolom, de tulajdonképpen nem tudok olyanokat álmodni még ma sem igazából, ahol a nagy örömöm meg izén van, hanem mindig romok között járok. Egyébként nem álmodok, sokat szeretném hozzátenni, de ha álmodom, akkor csak olyanról álmodom, hogy romok között járok, és mindig keresek valakit és valamit, de sose találom. Szeretnék addig élni, amíg az unokámat avatják, ha sikerül, de hát ez sajnos nem csak rajtam múlik, hanem a természeten is, hogy meddig bírom.